szervezetek közötti megbecsülés, vagy mi beteszed az energiát? A mai vendégem Peszlen Ferenc, köszöntelek itt a műsorban. Köszöntök mindenkit. De hát kezdjük is azzal, hogy mi a véleményed a Glory Kickboxról, avagy a Profi Kickboxról is? A Profi Kickbox a 2000-es évek elejéig nagyon ment az egész világban. Ez főleg a japán K1 szerzetnek volt köszönhető. Nagyon nagy motivációt adott annak a küzdősport generációknak, többek között az én generációmnak is, egy valami valamilyen ennek hatására váltottam én is karatéről egyébként kickboxra, de egy idő után volt 2008 környékén egy nagyon nagy torpanás, és egy nagyon nagy holt idő, ekkor még a UFC bőven gyerekcipőben járt, és nem mondom, hogy ez kicsit a UFC, meg az MMA már hajtotta a vizet, de az egészen biztos, hogy a kickboxnak a piaca, az érdekeltsége, meg az érdeklődés a kickbox iránt, az csökkent. Nyílt egy piaci rés a UFC-nek, nem? Mondhatni, igen. Mond, Ekkor még nem volt kinyilva a rés, mert akkor még, még bőven minuszos volt a UFC. Ugye az első Ultimate fighter kezdett el a UFC fölfelé jönni, addig ugye úgy volt, hogy be is fognak csődölni. Az első Ultimate fighter betette meg a UFC-t egyébként a teljes csődtől. Viszont Japánban az tény is való, hogy a Pride az, az akkor már akkor már bőven csinált gálákat, és ez nagyon jó tett annak, hogy az emberek figyelme jobban inkább az MMA felé kezdett fordulni, akár a japán piacon belül is. Itthoni viszonylatban te hogy érzed a kickbox, mennyire játszik, úgymond? Hát sajnos sokkal jobban, mint az MMA. Több jó klub is van, mint ahány jó MMA klub van. Ugye csak Budapesten van szerintem 3-4 meghatározó, mondjuk így egy kickbox, thai muay thai klub, csak ilyen oran strikingról beszéljünk, és, és ugye MMA-ban az abszolút nincs meg így, sokkal nagyobb a magyar küzdősport piaci lefedettsége a kickboxnak. Elég jók is a magyar ringes kickboxosaink, most már azt tudom mondani, hogy nagyon érdekes például, ha most belegondolunk, akkor mindenki arról beszél, hogy mikor volt a kickboxnak, meg a magyar küzdősportnak az aranykora. És, és azt tudják, hogy ez, ez a hős időkben, mondjuk 5-10-15 évvel ezelőtt. És én azt gondolom, nem, ez most van. Tehát soha nem volt olyan, hogy tömegével, idézőjelben tömegével, de hogy ennyi olyan magyar küzdősport legyen, aki a mindenkori világszintet ennyire megközelíti. És hogy kikre is gondolok, Ugye biztos, hogy német zsombor, aki kint él Tájföldön, és most már nyert kint Tájföldön, vagy három bajnoki címet stadionokban is, most VMO világbajnok lett. Rengeteg olyan rankingon bunyózik, ahol előtte magyar, még Muay thai soha nem volt profi szabályrendszerben. Az IFMA például szabályrendszerben, amatőrben, például az, egy, az egyik legerősebb szerzett jelen pillanatban, ez sportpolitika is többek között, de az egészen biztos, hogy az IFMA rendezvényeken van a legnagyobb indulói létszám. És ha belegondolunk azt, hogy milyen jól majdnek az IFMA-ban a magyar sportolók, akkor azt mondom, hogy tömegével ilyen számban soha nem voltak jók a magyarok, mint most. Ugye Kurd István most érmes lett a világbajnokságon, az úton gratulálok neki, Spét Norbi az már, már többszörös érmes, vb -ken, ken a World Combat Gamen is érmes volt, a Fábián Kristóf Európa bajnok volt, tehát szám számtalan olyan jó kickboxosunk van, vagy muájtájosunk, én a kickboxereket azt, az egy kalap alá veszem, aki full kontaktot csinál, ez nem pejoratív nálam. Akár a Beretki Dominikra gondolok, aki pont most ment ki, a stúdióból. Tehát ezek mind-mind olyan, olyan klasszis bunyósok, akik olyan közel járnak a mindenkori aktuális világszínvonalhoz, ahol előtte, szóval a magyarok tömegével nem voltak, hiszen belegondolunk tíz évvel ezelőtt, ha nagyon csúnyán akarok fogalmazni, volt egy karacsa atillánk, de ő csúnyám, hogy így, így kipattant a földből. Tehát így a szerintem a genialitását, meg a szakmai tudását ő az akkori magyar küzdősport társadalom, azt szerintem ő nem tudta felmérni. De Tudták, akik hogy... most sikereket élnek azok szerinted megkapják a kellő figyelmet, a kellő elismerést? Hát a focihoz képest nem, de, 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 de magában a küzdős sportban szerintem egyre többet kapnak meg. Vannak ilyen tök jó kis fórumok, mint akár itt az uncia nálatok, ahol sorba be tudnak jönni, be tudnak számolni az eredményeikről. Én azt gondolom, hogy nagyobb figyelmet akkor tudnának ezek a sportolók kapni, hogyha olyan profi rendezvényeken tudnának fellépni rendszeresen, tömegével, ahol, aminek viszonylag nagy a média popularitása. Tehát akár most tök, az RFA tök jó dolog. De az elef akkor lesz igazán jó, amikor eltelt két-három év, és már három-négy év délítek Magyarországra. A Balázsiknak a szériája, a Nagy Balázsik, a Superfight szériája, egyre jobban emelkedik föl, egyre jobb színvonalú bunyók vannak. Ezek magával fogják hozni azt, hogy egyre több lehetőséget fognak kapni. Az igazi áttörés viszont akkor lenne, hogyha a magyar hanem közszolgálati, de bármilyen TV csatornán ezek a gálák rendszeresen tudnának futni, hiszen ez a szponzorációnak szerintem az elmaradása. Tehát most már az, hogy pörgeted az Instagramot, meg a TikTokot, azt hagyjuk már, hát abból senki nem lesz követője, egyrészt már azért, mert 12 évesek fognak követni, másrészt nem tudsz olyan cégekre hatni, meg olyan közönségre hatni, akik, akik benned potenciált látnak, és ezáltal úgy gondolják, hogy az ő brendjüket te, mint reklámarc tudod népszerűsíteni. Az igazi áttörés az akkor fog jönni, hogyha a TV2, ahogy a Kokóéknál, illetve ugye a Félix időszakában a Kokóéknál az RTL klub volt, az RTL klub, de akár a Sport1, vagy bármelyik ilyen populárisabb csatorna, rendszeresen a Bármelyik sporteseménynek a gáláját a műsorvezetőbe bele fogja tűzdelni. Igazából ez szükséges ahhoz, hogy ez akkor eldúzanyjon. Hiszen a Kágy és mitől lett olyan népszerű? Ment az Eurosporton, és mindenki látta. És az emberek kíváncsiak -e. erre. Most sajnos egy ilyen nagyon fura világot élünk, hogy bekapcsolom a tv 2 és akkor mindenféle vetélkedők mennek, mint a sztárok egymással versenyeznek, meg ilyenek, és én azt gondolom, hogy ez egy ilyen, ez egy ilyen Lehetne helyet szállítani klasszik, a küzdés. Értelmi pontban. szennyezés, ami most a tévében megy, és ezekhez képest az, hogy valaki küzdő sportot néz a tévében, szerintem ez egy sokkal, sokkal, sokkal jobb idő töltést tudna lenni az én szemszögömből. Aztán ki hogy látja. És hogyha már így a sportolók és a reklámok, te tudsz arról, hogy mennyit keresnek ott a sportolók? Milyen pénzek mozognak ott? A nagyon nagy probléma ugye azzal van, hogy mondtam, hogy az Eurosport meg a K1 azok szerződést bontottak, ugye a K1 ugye leállt, utána most újraindult, de főleg a japán piacra dolgoznak, olyan súlyokban rendeznek rendezvényeket, amik régen nem voltak, akár 59 kg, akár 61 kg, régen ez a 63 félmen, a 70 kg, a 63 fél is az utolsó két évben, a 70 kg volt, ami, ami ismert volt, Andy Sauer, Masato, és a Bulgakov és ők bunyóztak ott, ők a populárisak, valamint a nehéz súly. Most már, most már más súlyok is vannak, de mondom, főleg japán piacra dolgoznak, és éppen ezért azt gondolom, hogy nem tudnak akkora médiát bevonzani, ami akkora megbecsülést tudna hozni nekik, ami anyagilag megérje. És hogy mire gondolok ebben az esetben? Arra gondolok, hogy például van egy amerikai srác, az amerikai glorikon bunyózott, tehát, hogy a Glódi most a kickboxnak a teteje, ezt tudjuk. Volt a Bellator Kickboxing, de hogy a Giorgio ilyen aláírt a Van hez úgy mondjuk úgy, hogy az olasz, mert ugye a Bellator Kickboxing az egy brand volt, az nem 100 a Bellatornak volt a tulajdona. Giorgio ilyen aláírt a Van hez és csúnyán mondva, okafogyottá vált az egész az Állazov Petrózián Milánóban megrendezett kickbox mérkőzés után. Utána csúny el is halt maga az egész ö, kickboxing részleg, maradt egy uralkodó a Glory, egészen addig, ameddig a Van FC bele nem lépett a kickboxba, de szinte egyik ebben egy, egy ázsi piacot. Viszont a glory a mérkőzés pénzek, akár a TV, meg a média hatására, meg az, hogy kevés gála van, olyan alacsony számúak, hogy nem véletlen van az, hogy tömegével, most már azt mondom, tömegével mennek át a top kickboxerek MMA-zni, egyrészt a nagyobb média miatt biztos benne van a kihívás is, de a harmadikok nem lehet elvenni, a financiális része az egésznek, hogy sokkal-sokkal jobban tudnak keresni ebbe az MMA-ban, mint akár egy profi kickboxban. És ebben itt az itt nagyon érdekes kérdés, hogy ami maga felvezetője volt a gálának, hogy mibe teszed az energiádat. Tehát ahhoz, hogy te ifma, vakó, pro, vakó, vakó az még a populáris kickbox szerzett, ring, ringsportoknál. Vagy Glory, bellátó kickbox, van FC világbajnok legyél, az pont ugyanannyit kell beletegyél. Mindent. Mindent, amit van. Időd, energiád, az anyagi rész, részét, nagyon sok esetben sportkarrier, ugye az nagyon-nagyon nagyon-nagyon sokat kér az emberi kapcsolatokból is. És az, hogy ez hogyan van neked honorálva, akár elismertség, akár anyagi szinten, ez a nem mindegy. És ugye Glóriban most klasszikus egy ilyen ültető pénzeket tudok, ilyen 2000 plusz 2000 dollárokért szoktak bunyózni az emberek. Az Enfusionben címmérkőzéseken beugrós embereknek 1-2-3 ezer eurókat adnak, és az Enfusion most az egyik legismertebb kickbox szervezet, és az Enfusionnek a tulajdonosával én egyszer beszéltem az Elif és ő mondta, hogy a Covid az nagyon-nagyon rossz hatással volt rájuk, és a jövőben is azokat a bunyokat... Ez mindenkire. Igen, de mivel ők nem voltak olyan nagyok, ezért őket jobban megtépte, egy UFC azért megoldott egy Abu dhabi azt jó idő. És, és olyan bunyosokat fognak a m preferálni, akik viszonylag nagy néző számot tudnak generálni a gálákon. Innentől kezdve kijön az, hogy a enfusionnek a bázisa, az azoknak a városoknak a közeléből fog jönni, ahol éppen az aktuális eseményt rendezik, mert akkor van arra esély, hogy a bunyósok viszonylag nagyobb nézőszámot ki tudnak hozni a gálára. De egy Enfusion rendezvény is egy, két, három, négy, maximum ötezer fős nézettséget tud produkálni, és hogyha csak kimegy bárki egy oktagon már a akkor 12 14 15000 fős gálákat bonyolítanak le tőlünk egy országgal arrébb. Tehát már egy oktogon is annyival magasabb szinten van néző számban, mint egy ilyen fusion, hogy, hogy, nem lehet a kettőt összehasonlítani. És, és igen, tehát a legnagyobb probléma, hogy az MMA most már annyira nagy előnyre szert a médiának köszönhetően, hogy sokkal-sokkal jobb mérkőzés pénzeket képesek kifizetni. Ezért is van az, hogy egy Ilász Bulaid, aki az M-Fusion-ben bajnok volt, most már MMA-ra váltott és átment a Bellatorba. Ki fog halni akkor? Nem, nem fog kihalni, nem fog kihalni, biztos nem fog kihalni, az emberek azért szeretik a kickboxot, de de annak a lehetősége, hogy milyen magaságba tudja eljutni a kickboxban, az nagyon lezedukálódik, pontosan azért, mert magából a kickboxból magas szinten, csak ebből nem tudsz megélni. Tehát, én most fognék egy sportot. Ez egy ugródezka lehet igazából, odáig süllyedt, nem? Igen. Igen, igen, igen. És ha belegondolsz, Ifma, Valentina Shevchenko, Zsóana Zsedercsik, számtalan olyan bunyós volt, aki elkezdte többszörös világbajnok lett, de még idejében úgy döntött, hogy a karrierjének ezt a részét lezárja, és átvált az MMA-ra. Igen ám, de az MMA fejlődik. Egyre nehezebb lesz a váltás a profi kickboxereknek MMA-ra, minél tovább maradnak benne az alapsportágukban. Tehát most azt gondolom például, annak gondolj bele, volt a k és Francisco, Phil Ho, ezek mind a Kyokushin karatéból jöttek át. Már nem lesznek top Kyokushin harcosok kickboxban sem, mert annyira magasabb szinte került a kickbox, hogy már nem lehet azzal megoldani, hogy fölteszek egy jó kettős fejezéket, és van egy brutális hátsó lábom. Már a kickbox sem itt tart és már az MMA sem ott tart, hogy csak így pikpakkát váltok MMA-ra, mert mutatnak nekem egy lábvédést, és az őben elég lesz. De a Muay még rosszabb helyzetben van, nem? Popularitásban? Hát népszerűségben szerintem alul marad. Szerintem most elkezd feljönni, és a Muay thai a kis ki fogja megmenteni, meg azt, hogy kivették a zenét. Most mondtad mindenki, amit akar, a Van ben az, hogy ilyen populárisak a kiskesztyűs muajtár mérkőzések, azért van, mert a nyikorgás, mert az az, mert az, az nem ázsiai ember, azt nem tudja értékelni. Egy-két egy -két fan persze lehet, de tömegével az, hogy ez a tájzene megyet érve, és a legtöbb esetben a Magnó felvételről, ez inkább egy ilyen gagyi hatást kelt egy rendezvénynek, mint egy, mint egy jó hatás, hiszen ezek egy tájföldi stadionban, ezek élő vannak, és a zenekar igazodik a küzdelemnek a ritmusához. Ez egy teljesen más millió, mint hogyha én itt fogom magam, és maglódom, benyomok egy magnókazettát, és hallgatom a... De ők ö... inkább egy életérzés próbálnak ott a stadionban. Hát, vagy ennyi, nem vagy. sikerül. Hát itt Magyarország azt az életérzést megcsinálni, de te igen, értem, mire gondolsz, és, és, nem is akarok ebben rossz indulatú lenni, nagyon, de, de ugye ez itt a legnagyobb probléma ebben, hogy, hogy annyira leszűkül ennek a rétege, hogy csúnyán mondva, egy amatőr vagy egy profi Muay Thai rendezvényen, az amatőrön inkább azért, mert hogy ugye ott is ő nem adja tévé, de a profi Muay Thai rendezvényeken is inkább csak azt tudom mondani, hogy a, a bunyosoknak a holdudvara van kint. Tehát az, hogy nem hallottál még olyat nagyon, hogy beszélsz a szomszédodda, vagy az zöldséges, hogy kimegyek egy profi Muay Thai rendezvényre. Ezt nem képes bevenni egy, egy nem ázsiai embernek a gyomra. Ez tény. Azért is tartott népszerűségben, hol tart. De hát ezt nem én mondom, azt föl kell menni, ki kell googlizni, hogy milyen megtekintési adatok vannak egy mérkőzésen, lokálisan honnan nézek egy Muay Thai mérkőzést, mondjuk egy klasszikus Legendámo stadionbeli beli mérkőzést, mert nagyon jó bunyók vannak szakmai, nagyon-nagyon magas szinten vannak. Az egyik legnehezebben edzhető sportág, és az egyik legnagyobb kihívás egyébként a Muay Thai, az MMA után, ezt majd ki tudok tényleg, hogy ezt miért gondolom így, de az, hogy egy kickboxban mondjuk úgy, hogy a statikus izon munkának ugyanakkor a szerep tud jutni akár, mert a szabályrendszer megengedi a klincs használatot, ahol teljesen más kép alakul ki az izomfáradás, mint hogy csak klasszikusan klincs nélkül csak egy kickboxban gondolkodnánk, hiszen fizikálisan megnézünk egy tájversenyzőt, nem csak morfológiailag néz ki sokkal, másképp ergo jobban, mint egy holland versenyző, hanem, hanem egész egyszerűen, hogy az a, az a sport, amiben, az a szabályrendszer, amiben ő edz, az megköveteli azt, hogy annyival jobb fizikum legyen, mint egy, mint egy klasszikus, mondjuk egy ilyen marokkói kickboxos. Na, csak Google képek, ki hogy néz ki, lehet látni a fizikális különbségeket. És hogyha nem ezen múlna, akkor pont a német zombie már nem úgy néz neki fizikálisan, mint egy táj. És úgy néz ki. Mert azt az edzés munkát kapja, azt teszi, nagyon fontos, hogy nagyon jó minőségű, ugye kint, kint, kint a tápanyag, ez is hozzájárul, de hogyha valaki ebben nő bele, akkor a, a, test modifikálódik ahhoz az igénybevételhez, amit csinál. Szemem akkor most már túlnőtt minden sportágon? Hát minden sportágon nem, de ugye ezt nem én fogom megmondani, ha van a nézettség. A véleményed számít. A maximum nekem. A nézettség adatok szerint, igen, most már ott tart, mint a profi ha csak a nézettséget nézzük. Visszatérve, a Van azért lett nagyon népszerű a kiskesztyűs mert ott a kiskesztyű az, bár a unciás kesztyűhöz képest, ami itt a profi muajtáj meccsége, van nem nagy különbség a négy uncia, de egyrészt brutálisabbnak néz ki, valamint ugye sokkal populárisabb lehet tudják dugni az ember torkán, ergo azt, hogy ketrecben van, jobban be lehet fényelni, jobban be lehet kamerázni, jobb, jobb közvetíteni valamit egy ketrecből, mint egy ringből. Ez az egyik, a másik meg az, hogy nincs a zene. Hát a mai virágban már ez kell, hogy minél rövidebb meccsek legyenek, minél véresebb legyen, minél jobban felkeltsük az emberek. Minél, minél több így. akció legyen, igen. Gondolj be csak az én is. És szorban. ezt az MMA tudja jelenleg a legjobban kiszolgálni. Az MMA szabályrendszerei szerint sokkal több ö, drámai pillanatot tud szülni, mint bármelyik más küzdősport, hiszen nem elég az, hogy csak egy vagy más dologban vagy jó, és nagyon könnyen, nagyon kis idő alatt óriási damage értékű találatok tudnak összejönni. Akár a négy unciás kesztyű, akár a Grand szituációk miatt, amik más küzdéskorban nem jelennek meg, igen. Ugye nem régiben, most hétvégén volt a HFR gála, ahol ott szerepeltetek, és nagyon jól sikeresen. Mesélj erről egy kicsit, hogy zajlott, milyen élményekkel gazdagodtatok? Milyen élményekkel gazdagodtunk? Igazából én semmivel, nálam az van, hogy van a bosszankodás, amikor nem nyerünk, meg van, a, meg van a, semmilyen érzés, amikor nyerünk. Így nagyon. Sosem vagy elégedett? Nekem nem az a feladat, hogy elégedett legyek. Én nem is lehet. Elégedett tudok lenni, hogyha a kutyám vissza a labdát, mert nyolc év után megtanulta. pont az előző volt egy nagy siker, hogy visszahozta a labdát. De, de, a bunyónál nincs ilyen. Ott, ott nekem az a fontos, hogy nekem hibát kell keresnem, a hibakeresésből jön ki a monitorozás, és ez a kulcs annak, hogy még jobbak tudjunk lenni. Tehát amikor egy edző megelégedik, az olyan, mint a Rocky Fibbe mondta az edző, hogy a bunyos kikupálódik. Onnantól ez az nem edző. Nekem. Legalábbis magamra én ezt tartom érvényben. Hogy teljesítettek a harcosok? Így teszem el. Ügyesek voltak, megcsináltak a kötelezőt, nyertek. Nem akarom túrogozni. Volt egy-két olyan mérkőzés, ami számomra is érthetetlen módon ért véget, hiszen a két versenyző között nem volt olyan szakmai különbség, egész egyszerűen ilyen, ezen már bement egy jó ütés, két és volt, két 16 éves kisrácom, aki bunyózott a gálán, és mind a kettő az első ilyen hangsúlyt találta, ő el tudta dönteni a mérkőzést, de, de ezt így én sem vártam fel, az egyik srácnak nulla meccse volt, a másiknak meg egy meccse volt, az is négy héttel ezelőtt, tehát nem gondoltam, hogy ez, hogy ez így ki tud pattanni. Szerencse is volt benne, tudatosság is volt benne, mert azért készültünk, tehát tudtuk, mit akarunk csinálni de az ellenfelek is közöttünk nem voltak akkor a szakmai különbségek, én azt gondolom, mint amik kijöttek eredmények formájában a mérkőzésen. Igen, százszázalékos volt a csapatnak a sikere, tök jó, örülünk neki, de ez ott és akkor volt. Ez lehet, hogy más körülmények között, főleg kiskesztyűbe, két órával később ez tök másképp alakul. Ezeket tudni kell a helyén kezelni, főleg akkor még, amikor ilyen fiatal sportolókról van, az, akik most kezdenek bele kóstolni az MMA karrier lehetőségében, nem is az MMA karrierbe. És, és örülünk neki, tök jó, de a lényeg, hogy arra fókuszáljanak, hogy ez most így megvolt, de ettől függetlenül a meglévő hibáikon ugyanúgy dolgozik, ezt el is mondtam nekik. Már jó pár le is jött edzésre, úgyhogy hétvégén volt a gála, örültem. Voltak olyan mérkőzések, ahol én azt gondolom, hogy nagyon nagy kihívások elé állítottam a stárcaimat. Ugye pont a Lukács Nikolász ment egy kirgiz srácsal, nagyon-nagyon magas szintű bunyós volt, és a Nikolász befejezte idő előtt egy kopogtatással a mérkőzést. Nagyon örültem neki, mert óriási hidegvért tanúsított a mérkőzésen. Ugye a méhézit a kettőt bunyózott egy éjszaka, ez azért volt nagyon fontos, mert egy sportok a elején jár, mert is meg kell a torna terhelést, főleg, hogyha később mi világversenyben akarunk gondolkodni, ahhoz szintén több mérkőzés kell le e megoldani, bár ott nem egy nap, de itt most egy kicsit próbáltunk erre hangolódni, hogyha esetleg egy IMAF világbajnokság, nem IFMA, IMAF világbajnokság elé nézünk, akkor, e akkor készen legyen erre feladata. Hát főleg egy az ifmában ban is válogatott az itt a amatőr múlájtájban, úgyhogy az, hogy torna rendszerben van terhel, vagy egy nap többet kell teljesíteni, az mindig jól tud jönni. De a profi, volt két srácok, vagy értve három srácok, aki debütált, a Hajdú Szabolcs, a Pólik Sándor, valamint a Tóth Koppány, aki amúgy Csaba, csak ugye sajnos van egy tőle híresebb Tóth a Magyarországon, és már agyvérzést kaptam, hogy visszamondogatják a meccseket, mert hogy hát ennek a Csávónak 200 meccse volt, és mondogathattam, hogy ez, hogy ez nem az a Tóth Csaba, de egyéb beszélgetések voltak közöttünk, úgyhogy Tóth a Koppányból már csak Tóth Koppány maradt, és ő is debütált euh, nehéz súlyban MMA-ban, és elsőmenetes győzelmmel abszolváltam mind a három srácom a mérkőzés, úgyhogy gratulálok nekik, jól teljesítettek, megcsinálták, amit kértem tőlük, és alívtam fel a figyelmüket, hogy készüljenek, mert ha minden igaz, augusztus 19-én a HFL 002-n Debrecenben ezt fogjuk folytatni, vagy ezt szeretnénk folytatni erre törekedve, hogy, hogy ez a győzelmi széria megmaradjon nekik, illetve nem is a győzelmi széria, mert a sikert azt nem lehet csak győzelemben, meg vereségben lemérni, mert bár egy jó mutatója, de ez nem 100%-osan így van. De én azt szeretném, hogy további fejlődése menjenek keresztül, amihez nagyon-nagyon sok munka kell. Ugye, ennek a következő próbája lesz majd az a Debreceni augusztus 19-ig Gála. Ahol gratulálok akkor a csapatnak, és neked szépen. is, természetesen, az egész brigádnak. És hát folyamatosan majd közvetítjük, írunk a cikkeket, meg beszélünk majd erről a Gáláról és a versenyzőidről is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, itt láttam.